Full HD Klub. Filmek, sorozatok, meg minden. Újra itt van a Full HD Klub, és Pirisi László filmzeneszerző van velünk, vagy mondhatom azt, hogy zeneszerző. Lehet, hogy az utóbbi egy kicsit fontosabb. Sziasztok, és üdv a hallgatóknak. És Szőlőskei Gábor is itt van. Nem érdekes, azt tudják, jó, sziasztok. Igen, meg Tímár Ági, ez egy olyan jellegű műsor, ahol mindenki mondjuk a párhuzamos kommunikáció híve legyen. Így van, úgyhogy nyugodtan be lehet vágni a szavunkba. Okay. Sőt, szinte kötelező, hogy annyira elismerjük a munkádat, hogy nem arról beszélgetünk, tehát valahol azért van egy olyan pofátlanság a részünkről, de azt mondtad, hogy szívesen beszélgetsz velünk zenéről, illetve filmzenéről, mert hogy azért az, hát lássuk be, egy elég fontos része így a mozinak, nem? Igen, tehát, igen, fontos része. Hát olyan szinten, hogy ugye vannak ilyen, nem is tudom, YouTube-ra feltöltött videók, hogy bizonyos nagy, ismert filmklasszikus jelenetek zene nélkül. És így egyáltalán nem működnek. És hát, mennyire más, ha kicseréled a zenét. És az is nagyon más. Igen. Hát meg az arányok, tehát van olyan, ahol rommá zenélik, és azért, mert egyébként nincs semmi a filmben. Tehát becsapni is tudnak a zenével, mert olyan majdnem jó film. Tud tolakodó is lenni egy filmzene, és akkor így pontosan az elvisz. Igen. És általában a drámáknál szoktam neki mondani, hogy... Te azt szereted, hogyha ilyen natúr? Igen, az egy, szerintem nagyon érzékeny dolog egy drámát megzenésíteni. Tehát, hogy ott nagyon túl lehet lőni a célon, hogyha túltolják a romantikát, az szerintem kimondottan árt mondjuk egy komolyabb mondani valónak. Hogyha egy romantikus drámáról van szó, akkor megint más az eset, de hogyha egy igazán húsba vágó témáról beszélünk, ott azt azért nagyon el lehet rontani zenével. Mert vannak azok a súlytalan romkomok, ahol szinte jó is lenne, hogyha nem hallanánk a szereplők, mit mondanak, hanem olyan hangos lenne alatt a zene. Nem? Tehát, hogy igen. Ezzel egyetértek én is. Nagyon nehéz egy ilyen fajsúlyos, akár komoly témával rendelkező filmnél úgy zenét alá tenni, olyan zenét szerezni, hogy az ne menjen át, mondjuk úgy nagyon gicsbe, ne vigye el a komoly témának a hatását. Például ott van a Schindler listája, és John Williams olyan fantasztikus oldotta meg szerintem, amire ugye már sokadik Oscarját meg is kapta, de hát kellett ahhoz az is, hogy azt úgy tegyék a filmre. Abban a pillanatban, amikor kell és lehet, amikor nem, akkor ne legyen. Tehát ez megint, ez ugye nem csak a zeneszerzőnek természetesen, sőt a dolga, hanem rendezőnek is, hogy hol hatásos, hol nem. De... Igen, valószínűleg ez a nehezebb, nem? Vagy ez megint az a hozzáállás, hogy hát biztos drámát nehezebb csinálni, mint vígjátékot, miközben a vígjátékba is bele tud pusztulni az egész táp, hogyha nehéz, de gondolom ez a zenével akkor ugyanígy van. Nem? Ja, zenével így van, de azért a vígjáték az annyival könnyebb, hogy az ember a zenének a humorát azt sokkal könnyebben használja akkor is, hogyha nem tud igazán elmélyülni a témában. Tehát ugye nem vagy érintett egy olyan romantikus szituációban, vagy egy olyan komikus szituációban, amit meg kell zenésíteni, azért azt szépen ki lehet számolni, hogy annak a tempója, a zenének a tempója, vagy intenzitás az, hogy fogja segíteni az értést, meg alapvetően a poénok működését. Ugyanez a drámánál azért nem ilyen egyszerű. Tehát oda jóval több empátia kell ahhoz, hogy egyáltalán felfogd azt, hogy mi az, ami sok, és mi az, ami kevés, hogy megtaláld a tónusát, hogy megtaláld a hangszereket. Tehát John Williams-et emlegetjük, ott ugye az a hegedű, az nagyon-nagyon erős. És az egyébként egy merész találat, mert első körben egy hegedűre azt mondanád, hogy az túl feltűnő, az egy hivalkodó hangszer, az egy nagyon valamilyen hangszer. És nyilván az egyszerűbb megoldás, meg a biztonságosabb megoldás egy ilyen esetben inkább az, hogyha úgy megbújik a zene a dráma mögött, hagyjuk érvényesülni a képet, hagyjuk érvényesülni a színészi játékot, és akkor úgy csendben elduruzsol a háttérben, egy-két érdekes hangszerrel adott esetben az, de semmi komoly melódia, semmi nagyon erős, megjegyezhető téma, Isten őriz, hogy túltoljuk a szekeret, és azért John Williams választott egy hegedűt, és írt rá egy olyan témát, amit azóta is mindenki tud. Ha eszedbe jut a Schindler listája, akkor két dolog jut eszedbe, a kislány és a hegedű téma. És nem érzett soknak, hihetetlen. Igen. Mondjuk ez is felveti a kérdést, nem tudom, ti hogy álltok ez, hogy melyik a jobb filmzene az, ami igazából csak ugye a filmnek így alá dolgozik, és a megfelelő helyeken megfelelően aláhúzza azt a jelenetet, ami éppen történik, vagy van egy olyan megjegyezhető és erős témája, vagy témái, amit utána esetleg
el is fütyülsz. Az jutott eszembe ezzel alapján a drámát, hogyha esetleg a zenével túltoljuk, vagy akár a vígjátéknál rosszkor szólal meg a zene, mint amikor valaki viccet mesél, és aztán maga röhög rajta. Ugyanúgy agyonüti, egy kicsit ilyen. Tud lenni öncélú a dolog. Szerintem ez egyébként két iskola, vagy két irányzat leginkább, és ciklikus, hogy melyik erősebb éppen a mainstream filmekben. Jelenleg szerintem egyébként megyünk a melodikusabb irányba megint, de volt egy olyan időszak, amikor nagyon sok olyan film született, ami direkt került el a bármilyen fütyülhetőséget. Tehát nagyon... Sőt, még a zenét is. Birdman, ami végig egy dobolás megy alatt a nagyjából. Igen. Az egy nagyon érdekes döntés volt, és sokat gondolkoztam rajta, hogy zavar-e. És az elején nagyon érdekes volt, meg úgy tetszett, hogy nagy, milyen vagány megoldás, és a közepén érdekelt. Aztán a 140. percben egy kicsit. De ott kaptunk azért egy akció jelenetnyi, tényleg komoly szuperhős film mozi zenét, de azon kívül megment a dobolás. De zavar? Tehát ez zavaró, mert nekem egész egyszerűen annyi történt, hogy így nem vettem többé észre, mert nekem belesimult a sztoriban. Igen, én észrevettem. Kicsit én is. Igen. Nem mondanám, hogy zavar, csak hogy volt, hogy na jó, igen, még mindig ez van, oké, de alapvetően is tudtam a filmre koncentrálni. De. Lényegében egyébként egy nagyon letisztult gesztus, tehát valamilyen ritmust ad a jelenetnek, egy ütő hangszer. És hogyha az különböző ritmusokat, vagy ugyanazt a ritmust akár folyamatosan játsza, és az állandóan megjelenik, az biztos, hogy valamilyen szinten átalakítja a pulzusunkat. Hát meg ugye ez a film alapvetően színház. Hát egy nagyon teátrális sok szempontból, ugye a színházba játszódik, színházias, sok hosszú snit, tehát szerintem ott és az Inyári Tunak szerintem ez abszolút koncepció volt, hogy ezt ilyen hollywoodi nagy zenekari művel, ez hiteltelen lenne, hanem ehhez egy kicsit ilyen inkább ritmus. És cinikus lesz tőle, nem? Tehát, hogy ez ad az egésznek egy ilyen, na dobtuk a zenét, ez elég lesz ide. Én szerettem azt a filmet. Hát nagyon jó. Én is szerettem. Vannak olyan emlékeim, mert a 90-es évekből, hogy előbb jöttek meg a dalok a filmekből, mint ahogy maga a film megjött, és talán pont a Robin Hoodnál volt egy olyan, hogy mindenki azt várta, hogy majd ott lesz a filmben ez a dal, ahogy hallottam az MTV-t. Hogy már a klippet is láttuk. A klippet is. Akkor abban már voltak filmrészletek, így már van. Tudtad akkor, hogy kik a szereplők, mert IMDb még nem volt. Ez egész sokáig még, akár a 98-as Godzilla-nál is előbb jött be a Puff Daddy féle. Ő is csinált hozzám, én azért emlékszem mondd már a kalapos csávó. Jamiroquaira gondolsz? Igen. Ja, nem az. Volt egy Puff Daddy, és azt mondom, a Jimmy Page csinált bele egy gitárt, és ott láttam először, hogy néz ki Godzilla, mert benne volt a klipben. Aha, pedig nem akartam látni, direkt nem néztem trailereket, és a videóklip spoilerezte el, hogy jaj, nem akarom látni a Godzilla-t. És ebből egész sok volt tényleg. Igen. Tehát ugye a Titanicnál is megvolt, hogy előbb tudtuk már a dalt, mint ahogy leültünk a mozit megnézni. Ez így a PR-nak a része, mert valójában még hatásosabb, ugye, akár mondjuk a Titanic, hogy ha már olyan zene csendül fel, amit ismersz. Igen. Ez így van, ahogy egy koncert is sokkal élvezetesebb, ha ismered a számokat, és együtt tudjátok énekelni a koncerten. Egyébként én is így csináltam, tehát hogyha már meg tudtam szerezni, vagy tudtam, hogy várok nagyon egy filmet, kijött a zenéje, vagy nem tudom, akkor azt meghallgattam, és megszerettem, és a film alatt már, jaj, de jó, itt szól ez a zene, itt szól ez. Nem tudom, az Amerikai Szépséggel például így volt. Imádtam annak a zenéjét. Előre befolyásoltattad magad. Az egy dolog. Szerencsére az Amerikai Szépség a Super Thomas Newman zene nélkül is működik, de nagyon sokat hozzátesz. És Thomas Newman még mindig nem kapott Oscart, emberek. De fog idővel. Kell. Muszáj neki, legfeljebb egy életművet, hogyha más nem, de valamit biztos. Hihetetlen, hogy 1000-szer jelölték, és még nem kapta meg. Egyébként én bocsánat, nem szoktam meghallgatni előre a zenéket direkt, tehát ha így az arcomban nyomják, akkor biztos utána megyek, de hogy nagyon nem szeretem előre az egész soundtracket meghallgatni, mert akkor már nincs meg az élményem, hogy az összhatást kapom meg a filmből. És előfordult már, nem tudom, gondol veletek is, hogy a filmhozban nem, mert a sztorira koncentráltatok, a színészjátékra, tök mindegy, bármire,
és úgy nem tűnt fel, és akkor hallgattad, mondjuk másodszor megnézted a filmet, akkor már mondjuk föltűnt, vagy hallottad az zenét, és úr, de jó ez a zene amúgy, csak valahogy a film alatt nem tűnt fel. Illetve van az is, amikor azonnal feltűnik, és hogy hú, de jó ez a zene, te jó ég, már az első nézésre, az viszont lehet, hogy arról, hogy a zene jobb, mint a film, ki tudja. De erre is van példa, hogy a James Newton Howard azért nem mindig jó filmekhez ír rá, noha korunk egyik legjobb zeneszerzője, és hát ugye ott volt a Shyamalan-féle remek mű, az utolsó léghajlító, ami hát nem véletlenül kapta meg az év legrosszabb filmének Arany Málna díját, de James Newton Howard zenéje fantasztikus abban a filmben. Tehát, hogy van pozitívuma is a filmnek, a zene. És nem érdemelte meg azt a filmet az a zene, és ebből van egy pár azért. És fordítva se lehet, hogy az igen, olyan. A film se a zenét. Így van. Igen. Egy csomó olyan szitu van, amikor a zene az tétet ad egy-egy jelenetnek. Tehát, hogy ez a, és meg a romantikus filmekben is nagyon erősen jelen van. Tehát, hogy nincs lírája a szitunak, nincs lírája az egész filmnek úgy, ahogy van, de valamiért mégis az van, hogy megjelenik egy olyan hangszer, egy olyan téma, és egy pillanatra azért összeszorul az ember szíve, hogy jaj, most akkor izgulunk a hősökért, és ez igen, ez egy nagyon erős emocionális faktor. Ez azt szoktuk mondani, hogy a zene azért úgy meg tudja fogni a néző kezét, és el tudja vinni abba az irányba, amit úgy érezni kéne a jelenet közben. Nyilván, hogyha nem tudsz bevonódni, és hogyha egyáltalán nem tudsz elmenni a film történetével, akkor nyeretlen, tehát akkor nem lehet ezzel mit csinálni, de azért az esetek nagy többségében egy jól eltalált zene az tud menteni sokat egy filmen. Van, hogy direkt rámutatnak a Szerelem és egyéb katasztrófák című, egyébként nagyon édes film, ami valamiért úgy nem került be annyira a köztudatba, a Brittany Murphy is, igen. És abban volt az, hogy ülnek a taxi hátuljában, hogy a szól alatt egy ilyen kellemes, kicsit szomorkás zene, és akkor így kérdezi az életéről. És így mondja a Brittany Murphy, hogy hát igen, egyedül nőttem fel, de most én nem akarok az a csaj lenni, aki a filmekben egy szomorú hegedű zenére így elmondja a bánatát, és abba marad az zene. Tehát, hogy ez így például tök aranyos volt. Játszanak is vele sokszor, igen. Így van, az olyan műfajú filmekben, ahol ez belefér, igen. Én azon gondolkodtam, hogy vannak azok a zeneszerzők, akiknél elindul egy-két taktus, azonnal tudod, hogy igen, mert egy annyira erős stílusa van. Thomas Newman például ilyen, ha már Thomas Newman-t emlegettük. John Williams is, ő talán ebből a szempontból sokrétűbb, de szerintem igen, ő is ő ilyen. Daniel Elfman, abszolút. De Daniel Elfman viszont már annyi mindent bevállalt. Ő is csinált azért, tehát nem minden, csak mondjuk a Tim Burton. Főleg a sorozatokkal ugye ilyen szakmunkákat csinál. A Tim Burton filmje inkább, tehát ott is beindul a kórus, az a fajta tipikus Tim Burton-ös zene azért eléggé markáns, de hogy ez jó-e? Vagy pedig az a jobb, hogy tényleg egy kicsit ilyen, ha mindig úgy mást próbál. James Horner is szerintem azért elég fölismerhető. Ő volt a Robin Hood például, igen. Igen, rettenthetetlen. Mondjuk ezek elég hasonlók. A James Horner mondjuk hajlamos volt arra, hogy igencsak felhasználja korábbi taktusait is. Hát mint a Santa Olaja is. Hát a 200 éves ember az konkrétan rettenthetetlen zenéje, de nem érdekes. De... és a Rachel Portman ugyanezt csinálja. Ja, Rachel Portman is. Én olvastam azt valahol egyszer leírva, és nem valami angol nyelvű szakkönyvben, ami filmzenével foglalkozott, hogy ez egy fontos dolog, hogy neked beazonosítható legyen a stílusod. Tehát hogy az egy fontos dolog ahhoz, hogy te érvényesülni tudj a hollywoodi álomgyárban. Nem, de ha ugyanazt használja, amit már használt, tehát ugyanazt a zenét hallja. Ez előfordul, persze, de ez előfordul még John Williams-el is azért időnként, tehát hogy őnek is vannak önismétlései, szerintem ez a nagyszámok törvénye alapján elkerülhetetlen egy idő után, hogy valamennyire, hát az eltelik még 10 év egy-egy film között, jaj, de jó ötlet, leírod még egyszer. Igen. Éppen ugyanaz a téma, éppen ugyanaz a szituáció, és éppen ugyanaz jut eszébe 50 év zenélés, zeneszerzés után, nem tudok pálcát törni fölött. És nem hallgatja folyamatosan a saját zenéjét, mi. Az azért egy elég lehetetlen szituáció, hogy az embernek ismerős valami abból, amit megcsinál, de tudja, hogy a sajátja, és nem, hát egy ilyen katalógus nem, nem lehet visszakeresni az összes művedből, hogy vajon hol és mikor sütötted el azt a 4 hangos témát. Én még meg tudom csinálni, de... Majd eljön az néha, mert nekem se sikerül. Amikor neked se. Így van. Ugye filmzene szerzés, ez gondolom te is tudsz mesélni, hogy mennyire más dolog, mint egy dalszerzés, és hogy akik ismert dal előadók, popstárok, rockstárok, tök mindegy, néha felkérik őket filmzenék szerzéssel, és hogy mennyire más. Lehet, hogy nem feltétlenül jó, lehet, hogy tök más stílus, mint amiben őt ismerjük. Mike Oldfieldot is felkérték, ő a Gyilkos Mezőknek írta a zenéjét például. 80-as évekbeli.
Hát nem túl szívdejítő filmecske, de jó, csak hát nem jó nézni. Vagy a Daft Punk, ugye, ami a Tron örökségnek egy ilyen nagyon-nagyon karakteres, nagyon jó zenét. Én imádom a Tron örökség zenéjét, mondjuk a Daft Punkot alapvetően, de hogy kicsit az ő stílusuk illeszkedik a filmnek a futurisztikus világához, ki. Tökéletes választás volt. Szerintem ez nagyon macerás, tehát azért a dalszerzés az egy szabad alkotási folyamat, még akkor is, hogyha mondjuk úgy, hogy ipari megfontolásokból gyártanak dalokat, tehát létezik ez a műfaj, hogy Patika mérlegen egy csapat kitalálja, hogy a dal hogy nézzen ki, kinek szánjuk, ki énekli, ki a producer, milyen hangszerek vannak benne, és milyen hangszeresek játszák. Tehát mind össze lehet. Mely szavak legyenek benne, és mely szavak kerülendők, stb. És akkor ennek ellenében mondjuk egy szabad alkotó, aki magának írja a dalait, ott nincsenek kötöttség egyáltalán. Ellenben, ha bekerül egy filmzenei közegbe, hát azért Amerikában nagyon sokan szólnak abba bele, hogy milyen legyen a zene, és eleve maga a műfaj, ugye nem az van, hogy írsz egy zenét, és akkor azt majd valaki valahova rakja, hanem azért azt úgy oda kell írni a képre, ki kell találni, hogy hova kerül zene, az is egy hosszú folyamat, spotting, rendező, producer, komplett stáb ül és gondolkodnak azon, hogy hova és milyen jellegű zene kerüljön, és abban aztán születik egy hosszú lista, amit meg kell valósítani koncepciók alapján. Lehet, hogy ez egy olyan dalszerzőnek, aki a lelkét énekli meg nap mint nap, nem annyira, pláne, hogyha énekes dalszerző, de hogy azért nem akkora öröm egy ilyet csinálni, és hosszú, tehát azért itt egy másfél órás filmhez rengeteg zene. Még akkor is többször felhasználnak egy témát, vagy variálják, hát még meg úgy is. Hát meg nyilván a visszatértetnek annak a most még a Totó eszembe jutott, a David Lynch féle Dűne. Nagyon jó. Totó szerezte a zenét. És az is csapatmunka volt, mert ott benne volt egy mert nem emlékszem, hogy melyik zeneszerző, de egy ilyen igazi hollywoodi nagyember, meg a Brian Eno, aki nagyon szépeket csinált, nagyon felismerhető az ő munkája a filmben, és hát benne volt a Totó, ami egy ilyen, hát nekünk nagyon emblematikus a zenéje, a gitárok, a billentyűs hangszerek, minden, és hát ettől van az egésznek egy misztikuma, van egy klasszikus filmzenéje, és van egy nagyon erős pop vonulata bizonyos pontokon, tehát be vannak helyezve ezek a zenék nagyon szépen, és valahogy mégis működik ennek az egésznek az elegye szépen. Igen, benne van a 80-as évek stílusa, de benne van a sci-fi stílus is valahogy. Tehát nagyon jól tudta ötvözni a kettőt, én nagyon szeretem. Azon gondolkozom, hogy talán azok az előadók, nem is az előadó mi voltuk, hanem a zeneszerző mi voltuk által alkalmasak erre, és az említett Daft Punk az pont azért, mert nem sláger központú a popzenéjük sem, hanem pont az, aminek úgy nem tudod, hogy akárhol lehet az eleje és a vége, tehát alkalmas arra, hogy máshogy szólaljon, meg nincs benne ez a verze, bridge, refrén, és egyébként nem tudom megmagyarázni. Hallok egy dalt, és tudom, hogy ez nem popdal, hanem ez egy musicalből van. De nem tudom megmondani, hogy mi az a sajátosság. Nagyon sok jellegzetessége van. Sok jellegzetessége van. Hát egyrészt az ének stílus az nagyon, tehát hogyha nem lett belőle popnóta varázsol, ami azért előfordul néha. De hogyha nem erről van szó, hanem adott esetben arról, hogy egy musicalből tényleg kiragadnak egy dalt, és azt valahol bemutatják, és az eredeti énekes énekli, az egy nagyon más hangképzés, nagyon másfajta éneklés, mint ahogy a pop előadók énekelnek, és ez már önmagában egy nagyon erős bélyeg. Aztán a musicalekben a daloknak eléggé más a funkciója, mint adott esetben egy popdalnak. Tehát nem is olyan szerkezet szerint épülnek fel, történetet mesélnek, nagyon sokszor előre kell mozdítaniuk a jelenetet, valamit nagyon el kell benne mondani, ami azért nem minden popdalra jellemző, és nem utolsó sorban nem sűrűn tartják a mainstream műfai követelményeket. Tehát a musicalekre hatnak a mainstream zenei irányzatok nagyon sokszor, de elég lassan, és azért azt mindig szem előtt kell tartani, hogy aki beül egy musicalre, az nem feltétlenül rádiót akar hallgatni. Ez egy fontos szempont. Hogy vannak azok az előadók, akik direkt úgy jönnek, mint az egy musical lenne. Igen. Meatloaf. Igen. I won't do anything for love. És nincsen 15, vagy nem volt 15 percnél rövidebb dalab. Tehát azért van ilyen, hogy meg nyilván a Csillag születik be azért Lady Gaga dalok szólnak, tehát hogy úgy alapvetően is, gondolom, nem csak az a három, amelyikből most nagy sláger lett. Igen, én nem tudom. Tehát én például arra nem emlékszem, hogy voltak-e, hát biztos, hogy voltak, vagy az ilyen... Egy konkrét score.
Igen, mert én ezen gondolkozom, biztos, most itt ennyi, sem tudom. Hogy ha annyira zeneközpontú a téma, hogy olyan sokszor állnak színpadon, és annyira sokszor énekelnek, hogy lehet, hogy úgy és mi is úgy éreznénk, hogy mi a fenét zenélnek itt egy olyan jelenetben, amikor a fürdőkádba ül és beszélget a férrészek férjével. Nem? Tehát, hogy hát ezeknek az is a célja alapvetően, tehát ugye ami egy zenész életéről szól, vagy adott esetben mondjuk egy zenekarról, ami létezik, akkor az a cél feltehetően, hogy a lehető legtöbb slágert tegyék bele, tehát jukebox musicallé válik maga a film, és mindent el kell sütni, és a picike kis zenekari részletek, nem tudom, nem egy dalszól éppen a hegyen ölelkező szerelmes pár alatt, hanem mondjuk az egyik szerelmes dalnak a zenekari verziója, mert még akkor az is arra mutat. Tarantino úgy az egész életműve az, hogy ő dalokra írta a forgatókönyvet, nem használt zeneszerzőket, ugye mikor használt? Most az Aljas 8-asban, ugye Ennio Morricone, amivel meghozta neki az első Oscar-díjat. Mármint filmzenét kapott. És már önmagában ezért jó, hogy elkészült Oscar a film. Más díjet, nem tudok felsorolni. A film de hogy alapvetően ő is ugye nem használt filmzenét, szkort, hanem előveszi a 86 millió darabból álló zenegyűjteményét, otthon lemezgyűjteményét, keres számokat, amikre ráírja a jelenetet. Végül is csak dalokból állít föl filmzenét. A Ponyveregénynek a tracklistjét szerintem Rongyosra, és a Forrest Gump volt a másik, mert az viszont végig tudott menni több évtizeden, és a nagyon emblematikus dalokat kiválasztották, és a hozzáírt szkor is nem mellesleg Ellen Szilveszti gyönyörű zenéjével. Igen, mert Visszajövőben nem Ellen Szilveszti zenéje volt? Tehogy nem. Na, azért mondom, egy kis szinte állandó zeneszerzője. Na igen, igen, a két név az mindig együtt jár általában. Ő például írt musicalt is, azt hiszem. Igen, van, de lehet, hogy talán pont a Vissza a jövőbe produkcióból készült egy musical adaptáció. Abba készült, az tudom, az van. Az van. Talán követtem, van neki egy Instagram account, őrület, és hogy rakott fel képeket a premier ezzel való foglalkozás. A Szilvesztit én is nagyon szerettem egyébként, még olyan filmek közé is tök jó zenéket írt, ami megjegyezhető, nagyon jó a jelenet, mint a Predator például. Tökélet, nagyon jó, annyira jó zené van a Predatornak. De hát annak milyennek kell lennie? Ó, nagyon jó kis zené van. Nem, persze van egy ilyen komolyabb ilyen alapzenéje, ami felismerhető. Nagyon szép dallam is, egy nagyon szép kis melódia, ami a film végén jön be, és aztán vége utolsó jelenetek alatt megy, de többször is felcsendül, azt is imádom. Tehát, hogy ő az, aki egy ilyen típusú film, az, amiben tényleg így lőnek, meg beleznek, meg stb. Igazából ez egész, egyébként zseniálisan, ahhoz is egy olyan zenét tud írni, ami nagyon karakteres, és rögtön fölismered. Vagy ott van a Terminátor, ugye. Brad Fidel nevét szerintem nem sokan ismerik, nem egy Hans Zimmer vagy egy John Williams, tehát hogy nem csinált sok zenét, de a Terminátorét például ő szerezte, amit mindenki ismer. De nekem nincs benne a fülembe szerintem, de lehet, hogy hallanám. Ó, ez a te biztos, hogy ismerné. Nekem egy téma a fejemben van belőle, de hogy alapvetően azért nekem se a zene vitte feltétlenül a Terminátor. Ja, nem, azért ott vannak egyéb élmények is. Kicsit a Predatorral is úgy voltam egyébként, én szerintem ezeket nagyjából egy időben láthattam ezt a két filmet, és a Terminátor után a Predatorral valahogy úgy voltam, hogy na, hát ez nem azt adja, én valami mást vártam tőle, és ott valószínűleg el is veszített. Ja, lehet. De egyébként a Terminátor, vagy a második résznek volt a Guns N' Roses, aki a fő dal, hát, vagy you a could be mine. Igen, akkor ez megvan. Ment, ugye, hogy kell egy ütős dal egy filmhez, azt már akkor bőven nyomták, ugye volt egyébként én szeretem, de nagyot bukott utolsó akció, és ahhoz meg a Big Gun volt. Az bukott? Igen. Hát az én is abszolút, az nagy bukás volt. A Schwarzenegger teljesen belebetegedett. Hát meg is értem, mert papíron, ez az egy tökéletesen működő, nagy kasszasikernek kellett lennie, és bukott, meg Arany Mánára is jelölték. Oh.
Bizonyám. De miért? Mert és jó. Aztán később a videón meg kult lett belőle. Hát igen, de mert azt még meg is tudom érteni, hogy aki komolyan vette addig a Stallone és Schwarzenegger filmeket, az kapott egy pofont, vagy egy gyomrost, mert hogy lényegében kinelt nevetve. Hogy, tehát majdnem azt mondta a Schwarzenegger ebben a filmben, hogy te eddig komolyan vetted ezt az egész hülyeséget. Tehát a igen, film egy igen. kicsit ilyen volt, és lehet, hogy azt mondta, hogy hát tudod mit, akkor csinálj a filmeket magadnak. De Aranymálnát miért kapott? Egy tök helyesen összeállított kis cuki film. Valahogy akkori, nem volt, szerintem megelőzte a korát egyébként, és akkoriban nem tudtak ezzel mit kezdeni. Hmm. Ugye ez a nem veszük komolyan magunkat dolog. Hm. Ők azt hitték, hogy egy klasszik Schwarzenegger akciófilm, nagyszabású akciófilmet kaptak, és nézték, hogy mi ez a hülyeség. Vagy ők azt gondolták, hogy a filmkészítői komolyan gondolják, hogy a Charles Dance-nek milyen színű kontaktlencse van a szeme helyén. If God was a villain, he'd be me. Hát van, aki nem viccel az akcióval. Igen. És ha már akció, az akció zenék is szerintem egyébként nagyon örülök annak, hogyha nem csak valami dübörgés megy, ugye, ilyen dobokkal, meg nem tudom, tehát, hogy, hanem ott van valami plusz. A Sziklának például rongyosra hallgattam a zenét. És annyira tetszett, abban is benne van Hans Zimmer, de azt Nick Glennie Smith-szel együtt csinálta, és Nick Glennie Smith-t abból is lehet ismerni, hogy a Szabadság szerelemnek, a magyar filmnek ő szerezte a zenéjét például, szóval a Szikla zeneszerzője szerezte a Szabadság szerelem zenéjét. Mi lehet ennek az oka? Vajna? Lehet. Jaj, tényleg, hát ott még a... Jó, mert hogyha magyarok kérnek fel valakit, akkor vagy éppen a börtön elől menekül, mint Kevin Spacey, de azóta, hogy felmentették, most végül is már nem olyan fontos neki magyar filmbe szerepelni, gondolom. Nem azt mondom, hogy mert olcsó hozzájutni, hanem itt akkor veszek, tényleg erről van szó, hogy a Vajna kapcsolatai... Valószínűleg ott meg akartak húzni egy ismertebb hollywoodi zeneszerzőt. Igen, azért, hát azért jó, Nick Glennie Smith nem egy, nem tudom, Hans Zimmer, stb. Mindig vele dobálozok, de hát nem véletlenül. Ami egy óriási erőssége lehet, és összeg az Hans Zimmernek, hogy nagyon megérti a drámát, nagyon megérti a filmben a zene funkcióját, nagyon megérti az instrukciókat, amiket a rendezőktől, a producerektől kap. Tehát rengeteg szempontot tud nagyon jól inkorporálni. Igen. Egy-egy zenei koncepcióba, amik általában látványosak, innovatívak, és feltétlenül nagyon jól is tudja eladni őket. Hivatosan meg tud újulni, ezt aláírom. Van igen. Valami olyan, amit alá lehet húzni uh-huh. egy pici filmben, és fancy, és jól működik, és más-más hangzásvilág. Tehát tényleg Pasolyi Zsőszmint, az első ember, be a megyék első ilyen nagy hollywoodi igen. munkája, nagyon ilyen szuper. Ilyen pánsípokat is igen, hozni, igen, igen. Igen, néha sokszor, amikor elkezdődik, és mindig azt hiszem, hogy az utolsó szamurá indul. Nem, ez az eső ember, nagyon keletiesen indul, és az utolsó szamurának is nagyon szép zenéje van, de hogy... Jó, az egy másik Tom Cruise valahogy mindig film. Összekeverem, igen, amikor elindul az eső ember, vagy mondjuk a Oroszlán király, vagy a Dűne, vagy a Eredet, Interstellar, tehát hogy tényleg olyan szintű más-más hangzásvilágot csinál, de valahogy mindegyik tökéletesen illeszkedik a filmhez, és hát azok mondjuk eléggé dudolhatóak. De mondjuk, mint a Morricone-ről is azt mondták volna, hogy ő tulajdonképpen, sőt, vagy magáról mondta azt, hogy ő egy, nem az, hogy iparos, mert ez nagyon hülye hangzik, de hogy ő tulajdonképpen bármikor, ha azt mondják, hogy akkor ülj le és írjál, akkor ő ír, tehát, hogy az ihlet az csak az amatőröknek kell, neki határidő kell, meg fizetés, tehát, hogy... Igen. Szerintem ez kicsit az alkalmazott zenével foglalkozásnak a sajátja, tehát, hogy ott már nem... nagyon gondolkodik el rajta az ember, hogyha van egy produkció, ami érdekli. De hogyha mondjuk egy termékeny zeneszerző, hogy úgy azért abban benne van, hogy ezek ilyen felejthetőek lesznek, és valahogy Morricone így nem jött össze. Ez a felejthetőség, de ő mindig, nem azt mondom, hogy szerényen állt hozzá magához, de valahol igen. De tehát, nagyon hogy, szerény volt. Igen, tehát ő nem gondolta, hogy ő ilyen hú, micsoda nagy zenéket szerez, csak hát végül is azok lettek. Hát és azt sem gondolta, hogy szintre, ő egy valaki. Ez igen, volt a legendásabb, amikor az Oscar elmentek a felesen, megvan az a kép. Tehát annyira ilyen látszott, hogy ő outsider ezzel az egész dologgal, és lefényképezték őket a feleségével, ahogy a reptérre már visszafelé, amikor hazafelé mentek, két kis ilyen húzós bőröndel, ott álltak ilyen kis nyugdíjasok. Uh-huh. Tehát, hogy igen. Ő egy visszahúzódó
nagybetűs művész volt, tehát ő olyan szinten, amikor ugye ő befutott, és elkezdték rábízni a zenéket, tehát itt ilyen sok-sok-sok-sok évtizeddel ezelőtt, olyan szintre vitte a filmzenét, amit nem tudtak sokan befogadni. Tehát, hogy olyan új dolgokat próbált ki, olyan addig nem alkalmazott, nem ismert, ő mindig kísérletezett. Most mondjuk ki ezt, mondjuk ki ennek a fura akárminek a hangzását, ezt mixeljük ehhez, és abból kijött valami zseniális, amire először azt mondták, hogy úristen, hát ez mi ez, nem akarom a filmben látni. Hidd-e, jó lesz, azt szerintem. És akkor valahogy belekötik, és mindenki ismer. Igen, mindenki az milyen, amikor rendező azt mondja, hogy Jézusom, hülyed vagy, és ilyen a Doksiba, ami készült, emlék volt a moziba tavaly előtt, 2 éve, 3 éve volt a Morricone. Egyébként csodálatos az a Doksi, csodálom, hogyha bárki kibírná könnyek nélkül. Abban hangzott el ez, és többek között, és tényleg hihetetlen, amit ez az ember filmzeneszerzés címén művelt egyébként, és ugye vannak oké, ezek az ismert western zenéje, amik tényleg ilyen hasonló stílusúak, de ha ott van a gangster filmjei, a nem tudom, tehát 1000 dallam, amit ismerünk tőle, és hogy mennyire mások is tudnak lenni, és hogy mennyire tudott ő is megújulni, pedig aztán már idős korára, akár az Aljas 8-asra is egyébként, amiben nagyon sok, a zenében egyébként nagyon sok a diszonáns, azzal is nagyon sokat kísérletezett az ilyen diszonáns hangokkal, amik nem passzolnak, de valahogy mégis egy igazán nagy erejük lett. Egy hatalmas művész volt. Igen. Ez az a nagyon érdekes vele kapcsolatban, hogy azon túl, hogy rengeteg újdonságot hozott a filmekbe, és nagyon bátor, meg nagyon vagány dolgokat. Tehát például csak a vokális effektusokat nézzük, a kórusokkal, amiket csinált, hogy ütőhangszerként használta gyakorlatilag a kórust, és nagyon fura, nem gondolná az ember azt, hogy belefér bármilyen filmbe az, hogy egy csapat férfi különböző szótagokat ritmusosan kiabál, de belefér, nem probléma, nem tűnik fel a filmbe, hogy ez különösebben problematikus lenne, és emellett olyan romantikus dallamokat írt. Szóval ez a két dolog, ez azért nem mindig találkozik, szóval egy nagyon szerencsés dolog, ha összetalálkozik. Láttam egyébként zárójelben az utolsó koncertet, amit itt adott zenekar, is, dirigált, és az tényleg ilyen nagyon szívszorító volt, hogy 92 évesen kiállt, és lenyomja, két és fél órás koncertet végig dirigált egy szünettel, de hogy az érződik az élő produkciókon is, hogy ebben az emberben valami olyan hihetetlen lélek volt, ez átjön a zenén, tehát hogy ezzel nincs mit csinálni, és ez összetalálkozik egy innovációval, meg egy értésével annak, hogy mit kér a film, az nagyon szerencsés. Igen, magyar vonatkozásban, hogy az egyik legnagyobb hollywoodi zeneszerző volt magyar, ugye, több Oscar-díjat is nyert. A Rózsa. Rózsa Miklós. És ezt sokan nem tudják, hogy ugye a Ben Hurtól kezdve, nem tudom, tehát hogy nagyon sok ilyen fantasztikus zene is, és tényleg sok-sok Oscar-díjas. Rózsa Miklós, akit mindenki csak meg akartam említeni, hogy ő is fantasztikus. Nem, hát nagyon fontos, hogy igen, erről tudjunk, tehát hogy nem csak Curtis van. Igen, nem vannak, nagyon abszolút, igen. Nekem egyébként ilyen érzés Alexander Desplat. Az Edward Nortonos Színes fátyolban figyeltem föl rá. Egyszerűen annyira gyönyörű a zenéje, hogy az a film például szerintem ilyen 60%-on lenne nálam enélkül a zene nélkül, és ami nagyon nagy előny, és nyilván ezzel vádolták többször a Santaoláját, hogy ugye ő felhasználja a népzenéket, ami hogyha az adott helyen van. Most Gustavo Santaolájáról beszélünk, csak hogy esetleg a hallgatók is tudják, aki a Brokeback Mountain, és igen, a Babel zenét is Oscar-díjat kapott, van. És egy kicsit megvádolták azzal, hogy mit tudom, a Brokeback Mountainnak van nyersen körülbelül 15 percnyi eredeti szkórja, a többi az ilyen dal, és ezért kapott Santaolája Oscart, és ezért sokan kritizálták. Na, és még a Babelnél is megfigyelhető, hogy ugye ott vannak az arab közegben, meg a latinó közegben, meg a japán, hogy de ott mondjuk arra szükség is van, és nem tudom egyébként, hogy ő milyen arányban dolgozott, itt a Desplat a Színes fátyolnál azt csinálta, hogy a 20-as, 30-as éveknek a jellegzetes meglévő dalai, egy vagy kettő, azt vette alapul, amikor ugye játszódik a történet, és ő azt dolgozta tovább.
olyan gyönyörűen összesimul a kettő, gyönyörű, és nekem ő van benne úgy a fejemben, hogyha így hallok Antont, és tudom, hogy ez ő. Őt is, igen, igen. Bár ő is sokrétű. De ezzel tehát, hogy ugyanúgy szerzett Harry Potter filmhez zenét, mint hogy ő is ugye kétszeres Oscar-díjas a vízérintésért, meg a Grand Budapest Hotelért kapott. Fantasztikus zene az is egyébként. És érdekes módon nagyon jól nyúl romantikus filmekhez. Igen. A Sherry című film. Ez a film, ez konkrétan az volt, hogy kapcsolgattam a tévét, nem volt még on demand szolgáltatás semmilyen szinten, és elkaptam ezt a filmet, és elkezdtem nézni, és már úgy voltam vele, hogy megyek, és megszólt a zene. Maradjunk. És utána kerestem, hogy ki a zeneszerző. De az én rajongásom az ő irányába az azóta van, és aztán jött sorba szépen. A vízérintésénél már szerintem az a zene az elvitte a hátán a filmet konkrétan. Én a vízérintésével nem voltam nagyon jóba, hogy összesenyében az egész filmet. Nekem is annyira vártam, amikor megnéztem. Mindenki mondta, hogy úgy de szép, és így, tehát ahogy megvolt a Faun labirintusában, van az, amitől így leesik az állat, hogy megcsinálja, tehát hogy megteszi azt a lépést, amit azt hiszed, hogy nem lehet. Hát ő nem lesz a facázik. A vízérintésében volt pár fájdalmas dolog, volt pár szép dolog, meg így a Sally Hawkins-t, azt mindig szívesen nézve látod, Richard Jenkins, meg egyszerűen azt imádom. És ezek mind remek dolgok, és így nekem nem állt össze az. Valahogy igen, de a zene akkor is végig csodálatos volt. De tőle az is egyébként egy nagyon nagy eredmény, hogy a Harry Potterek, nem is tudom, 2-3-at, tehát többet is csinálta. A végén, azt hiszem az utolsókat. Az utolsókat ő csinálta, és akkor volt szó róla, hogy a John Williams-et esetleg visszahívnák az utolsóra, és azt mondták, hogy nem. Még maga John Williams is azt mondta, hogy nem, ez így hát, jó. Hát ő csinált 3-at, és akkor vissza. De hát azért egy John Williams után neki menni a Harry Potternek úgy, hogy ő lerakta az összes témát, amit addigra már mindenki fütyült, tényleg, az egy erős. Ez kemény lehetett egyébként, igen, ugye Patrick Doyle vette át a negyedik résztől, és az nem is volt túl jó, mert hogy így nem volt túl emlékezetes, inkább úgy mondom. Tehát pláne egy John Williams zene után, konkrétan az Azkabani fogoly, az a kedvencem egyébként zeneileg, igen, az a csodálatos, amit oda John Williams még külön írta hozzá részhez, és akkor utána volt Patrick Doyle, majd az 5.-6. részben egy általam addig nem ismert Nicholas Hooper nevű zeneszerző volt, aki aztán főleg a 6. résszel a Félvei Herceggel mondta, ez nagyon szép gyerek, Isten, micsoda jó témák. Ő is egy, nem Williams, de tudta hozni, és a végén a két utolsó részre meg The Splash szintén fantasztikus dolgot írt, úgyhogy le a kalappal mindenki előtt, aki Williams után érvényesülni tudott a Harry Potter univerzumban. És hát az a szép, hogy így van egy útja igazából az egész sorozatnak, tehát hogy amennyire kedves és bizonyos pontokon akár gyermetek volt az első film, nagyon más volt a tétje már az utolsó filmben. Igen. Nagyon besötétedett a végére. Nem is tudom, melyik epizód volt a legsötétebb minden szempontból, de én azért az utolsókra emlékszem. Hát az utolsók már elég durva, ott haladtak folyamatosan. Igen, a 7/1 az így konkrétan egy ilyen. Hát hullottak, mint a legyek, hogyha ilyen nagyon irodalmian akarunk fogalmazni. De egyébként ugyanez a dolog érvényesül a Star Wars univerzumnál is, mert ugye mindenki nyilván elsősorban a John Williams alkotta témákat tudja betéve. Nem tudom, hány filmet csinált meg, az összeset gyakorlatilag, ami nagy film volt a Star Wars-ból. Mind a három trilógiát, tehát a 9 filmet. Igen, azt és aztán utána jöttek a spin-offok, amikhez viszont már nem. És én végig hallgattam itt a Covid idők alatt, amikor hát itt otthon voltam egyedül sok időt, és végignéztem a spin-offokat, vettem egy nagy levegőt, és mondtam, hogy ezt nem lehet nem ismerni, úgyhogy muszáj volt végignéznem mindegyiket.
és próbáltam úgy elképzelni ezt a helyzetet, hogy mi történik John Williams után a Star Wars-ban. Uh-huh. Tényleg, tehát meg tudta újítani a dolgot a sok-sok év után, amikor újra kezdték forgatni az újabb részeket, meg az előtörténetet. Tehát igazából már nem lehet labdába rúgni, gondoltam én, egész addig, amíg a Ludwig Göransson meg nem csinálta a Mandalorinak a zenét, akkor volt egy ilyen felismerésem, hogy hát igen, ez valahogy ez lehet a megoldás. Ez. Én sem akartam elhinni, tehát ilyen szinten John Williams örökségét ilyen csodásan továbbvinni, én annyira beleszerettem a Göranssonban, Mandalorival, úgy, hogy már a Fekete Párduc zenét is egyébként szerettem, ugye azért az első Oscarját azért kapta Göransson, de a Mandalorival szerelmes lettem benne. Én is azt éreztem, hogy na hát ő most akkor megugrott valami olyat, amit én eddig lehetetlennek gondoltam, mert olyan is, illik is oda, de azért nem akarja ugyanazokat az eszközöket használni, amit John Williams használt. Tehát egyszerűen alkotott valami újat, ami tökéletesen illik, és hasonlít is, de azért nem úgy hasonlít, szóval ez egy lehetetlen feladatnak tűnt. John Williams például azt mondta, hogy a szimfonikus zenekar az örökérvényű. Vannak olyanok, akiket nagyon elvitt a 80-as évek például, ott nagyon lehetett érezni, hogy ott óriásit változott a filmzene. A 80-as években megjelent az elektronika, már 70-es években megjelent az elektronika, csak ilyen háztartási szinten, uh-huh. könnyebben fogyasztható és programozható szinten mondjuk a 80-as években jelent meg, és ott nagyon sok, különösen a B-kategóriás filmeknél egyébként embertelen sok ilyen háztartási filmzene van. Lakossági filmzene, ami egyébként a mai hát nem, tehát mondjuk 10 évvel ezelőtt hallgatva ez nagyon vicces volt, és most lett egy reneszánsza ennek, mert valamiért vonzó, és nagyon sok helyen már hallja az ember az idézeteket ezekből a dolgokból, tehát trendik lettek azok a hangok. Meg oly zenékre jönnek majd. Mostanában nagyon sokat szórakozunk azzal a zai dologgal, hogy beírod a szöveget, és akkor kiválasztod a stílust, hogy milyen stílusban, és komponál rá egy zenét, amiben belerakja a szöveget, stb. Verzével, refrénnel, tök mindegy. Egyébként hihetetlen dolgok jönnek ki belőle, tehát nagyon annyira félelmetes, hogy nem igaz. Laci, te örülsz neki. És hát ezt akartam kérdezni, hogy ez mennyire a jövőre nézve egyébként. Igen, igazából az sablónok. Eszközök, amik mesterséges intelligencia alapúak, azok jók. Tehát én egyelőre azt látom, hogy maga a zenével foglalkozó iparágak, ami mondjuk a szoftvergyártó cégek, vagy a hangszergyártó cégek adott esetben figyelnek arra, hogy ne lehessen nagyon pótolni a zeneszerzőket azért. Tehát igyekeznek a mesterséges intelligenciát inkább a zeneszerzőket segítő alkalmazások területén fejleszteni. Tehát az olyan szoftverek, amiben az ember zenét vesz fel, alkot, kottát ír, azok intelligensebbek egy fokkal. Meg lehet nekik mondani, hogy ezt meg azt csináld meg, és ugyan nem írja meg helyetted, de azt elvégzi, ami egy repetitív vagy nehezebb munka. És akkor nyilván vannak ilyen generatív zenei alkalmazások is, amik határeset, hogy mennyire jó őket használni, vagy nem jó őket használni, de apróbb dolgokra valószínűleg fogják előbb-utóbb. Tehát, hogyha 16 ütemnyi közel-keleti ütős hangot szeretnénk, valamilyen ritmust, megadunk neki bizonyos paramétereket, ez el fog jönni ez az idő, hogy ez be fog épülni mindenfajta zenébe, filmzenébe. Ez a zenészek szempontjából nagy baj, mert igazából ez a zenészeket pótolja ki adott esetben. A zeneszerzőket foglalkoztató iparágaknak egy könnyebbség, mert gyorsabban készülnek a dolgok. Amikor az a stúdiót bérelni nem kell. Ha nem tetszik, akkor ki lehet cserélni. De hát ez és nagyon közel van. És nem sértődik meg a mesterséges. És ezek jogdíjasok lesznek? Itt van a probléma. Ez az AI zene? Nem, szerintem lehet. Az nem jogosítható viszont egyelőre. Akkor lehet, hogy többször használják fel ugyanazt. Hát, és ez meg fog esni. Tehát, hogyha megnézed a jelenlegi szöveges alkalmazásokat, a szöveges alkalmazásokban is az van, hogyha megadsz neki egy adott feladatot, és azt jól körülírod, és ugyanazt a feladatot máshogyan megfogalmazva, más témában adod neki, nagyon hasonló szófordulatokkal. Itt kétlem, hogy hagynák elveszni ezt a pénzt, tehát minden ország meg fogja találni annak a módját, hogy az AI-t felügyelő zenei központ néven, és ide kell befizetni. Hát ezzel most még viccelünk, de ez valószínűleg be fog engedni.
engedni, hogy mi az AI nem tud belőle nyaralni menni, úgyhogy bár majd nem sokára. Igen. Csalás, vagy nem csalás, ezt majd nem tudom, majd ezt az idő fogja eldönteni. Egyébként már ugye mondtuk, hogy vannak olyan filmek, amiben meglévő dalokat használnak. Én kicsit azért mindazzal együtt, hogy szeretem az említett ponyvaregényt, hogy azért az nagyon sokat segít magán, szintén az említettek szerint, hogy ismered a dalt. Ahhoz már van kötődésed, igen. És hogy az a legerősebb egyébként nosztalgiakeltésben is a hangzás, a zene. És hogy ez innentől kezdve már átveszi szinte a filmnek a bizonyos funkcióit vagy feladatait. Általában sorozatoknál lehet ezt észrevenni, mert hát lehet, hogy mindegyiknek van főcímzene szerzője, de az egész sorozatot nem fogja végig. Sokszor van, igen, hogy a főcímet egy akár ismert zeneszerző szerezte, de magát a sorozatnak a zenéjét, azt meg egy másik. Aztán, most nem akarok ilyeséget mondani, a Korona, mit eszembe, egy híres zeneszerző szerezte a főcímzenét, és most nem fog eszembe jutni. De azért hoztam fel, mert szerintem jobb a zenéje, ami az részek, igen? Alatt van. Akkor jó, ez hogy nem az mondod egyik a nevét. Legutóbbi nagy felfedezettem magam számára, annyira fantasztikus a Korona, a Mandalori után, annyira fantasztikus a Korona zenéje, és utána néztem Martin Phipps nevű zeneszerző munkája, akinek oda fogok figyelni mostantól a munkásságára. Meg kell néznem, hogy ki a főcímzene. Bele fog örülni. Egyébként létezik az a vonulat is, hogy egyszerűen nincsen főcímzene, sőt, még egy csomószor főcím szekvencia sincs, tehát egyáltalán az Esernyő Akadémiánál tűnt ez föl nekem. És mostanában egyébként elég soknál, mert azt már észrevettük, hogy mondjuk elkezdenek egy sorozatot, és akkor van egy ilyen nagyon hosszú főcím, szépen kiírva minden szereplőnek a neve, legalább 3 percet elvisz, az mondjuk az első évadban lemegy 5-ször, és utána vagy egy rövidített változat, vagy pedig, na megtaláltad, Gábor? Ki nem jutott az eszedbe? Az címe. Nem jutott az eszedbe. Ilyen névtelen valaki. Kis név nehéz megjegyezni. Nem tudom, hogy nem jutott eszedbe. Na, én kisebbre gondoltam. Nem, nem mondtad, hogy nagyobb név, mint aki a filmzenész. De hogy nem, ennyire nagyra nem gondoltam. De ő igen, bocsánat. Cimmer. Igen, hogy a sorozatoknál most már azt csinálják, hogy akkor az csak egy emlékeztető, egy vizé kis taktus, vagy valamit, tehát teljesen vagy elhagyják, hogy nem. Vagy egy igen, mondjuk egy minőségibb sorozat. Na jó, de azért így születtek ilyen Trónokharca főcímzenék is. Ami a Felcsendül, óriási üdvrivalgás volt. Ez igaz, de most őszintén, amikor már sorozat, tehát akkor nézed, és mondjuk nem úgy nézed, hogy minden kedden várom, nem tudom mikor, hanem így én bevártam, hogy menjen fel az összes, és majd akkor megnézem. Egymás után nézel 3-at, 4-et, ja, persze. Akkor jó, léptet. Úgy már léptet. Oké, szép volt a zene, 50 perccel ezelőtt is léptet. Igen, én bevallom őszintén, a Trónok harcát már egy idő után én is léptettem, tehát az elején nagyon megfogott, hogy ez mennyire el van találva, ez klasszikus, szandálos, kardozós fantasy, ez így. És már mint a zenei szempontból. És aztán egy idő után elkezdett zavarni a hossza, meg felfedeztem benne egy olyan részt, ami nagyon olyan, mint hogyha azért oldották volna bele, mert kellett az animációhoz. Szerintem tudom, melyik részre gondolsz. És ez ugyanúgy elkezdett zavarni, úgyhogy putyle átugrottuk a főcímeket. Egyébként ugyanazt szerezménye. Te, aki a Westworldot, nem? Azt lehet. Most azt nem tudom, hogy nekem, ahogy meghallottam, az. Westworldnek meghallottam a zenét, nagyon jó, nagyon tetszik, még hangulatában is, és ez baj, szerintem. Hát ő, nyilván itt is az van, hogy ő akkor még nem volt egy nagyon sűrűn foglalkoztatott valaki, és én el tudom képzelni, hogy azért került bele az egyikből a másikba, mert volt valami emblematikus dolog. Egyik kedvenc filmzeném, és nem sok filmzenét csinált, Jan Tiersen, ugye, Amelie, Csodálatos élete, és ezt megismételte, szinte ugyanazokkal a taktusokkal, hangeffektekkel, ezzel a hangszerekkel, ugye a Goodbye Lenin. Nagyon hasonló, de mégis más, és csodálatos mind a kettő. Bizonyám, a Goodbye Lenin zenéje is csodálatos, az is Jan Tiersen. Az egész filmet nagyon szeretem. Nagyon jó az egész film, így van, de a zenéje is kifejezetten jó, és Jan Tiersen, nem tudom, hogy tudta ezt megcsinálni. Hát kb. Úgy, mint Guy Ritchie a Lockstockot és a Blöffet, hogy ugyanaz, de más, és imádjuk mindkettőt. Na, ez hasonló zenében. Igen, meg akarom ezt beszélni veletek, hogy ugye a Disneynek a rajzfilmjei, amikor nagyon nagyot ugrottak, tehát a Oroszlán király, Szépség és a szörnyeteg. Ez az, amikor a kis Tarzan, Rablánya újra indult a siker, mert ott 80-as évben volt
jött a nagy, egy olyan, minimum egy olyan dal, ami úgy jött. Minden évben Ellen Menken Oscar-t kapott. Igen. És akkor konkrétan Elton John, Phil Collins, Celine Dion és a Luther Vandross, azt hiszem, együtt. De mennyire, egyébként a magyar szinkronok és énekek is mennyire jók voltak egyébként az a Disney rajzfilmek, hogy csodálatosak voltak. Na, de voltak. Gondolom, itt megkapták ugyanúgy a izét, meg, a szabályt. De szerintem még sokszor jobbak is lettek, mint az eredeti ének. Tehát én például sok jobb szerettem az Oswald Marikától a kisabb lány dalokat, igen, mint az eredetieket, vagy a, ugye Vas Gábor énekelte, ugye a Ringata víz. Igen. Ezeket sokkal jobban szerettem magyarul például, mint eredetiben. Úgyis jó, természetes, de annyira jók voltak ezek. Ilyen fura dolog, hogy nagyon sokszor a filmekben máshogyan hangzik el. Tehát, hogy mi nyilván az pop előadókra emlékszünk, de a filmekben nem ők énekelnek. És egy csomószor ezt átírja az emlékezetünk. Igen. Én így jártam a Hallelujával a Shrekben, hogy én azt mondtam, hogy Rufus Wainwright. És és a Rufus Wainwright énekli, nem az eredeti Cohen, és meg kellett néznem, hogy ki énekli ott, mert utána annyira slágert a Rufus Wainwright csinált egy 1000 éves dalból különben. És nagyon, nagyon fura tud lenni, hogy a Pocahontasban a dal sem a Vanessa Williams énekelte, pedig hát simán lehetett volna, de hát ha egészen fura dolgok is vannak. A Mulánban van valami ilyen dal, aminek más volt a figurának a hangja, más volt az ének hangja, majd a Christina Aguilera, aki osztál még a dalt magát. És mondjuk az Oswald Marika az végül is ő volt végig. Ott ő volt. Az Urzula, ugye? Hát Schubert Éva. És ő is énekel. Zseniális. Annyira jó. Úristen az a dal, meg ahogy ő ezt előadja, köze nincs az eredetének ahhoz, ahogy Schubert Éva előadja. Nagyon jó, igen. Szerintem nagyon jók a magyar verziók, én nagyon szeretem belőlük. Igen. De egyébként a mostaniak is jók. Tehát, hogyha mondjuk az Aranyhajat megnézzük, az tele van nagyon jó nótákkal, és abból is csináltak popnótát végül, és tán még úgy is, hogy nem az eredeti hang énekli, nem ment akkor át. És ebbe biztos benne van az is egy kicsit, hogy nem lehet ezeket már annyira központosítottan terjeszteni. Nagyon, nagyon megváltoztak a fogyasztási szokások. Hát, jó, előfordul az még egy Let It Go. Persze előfordul, de az igazából inkább a filmből bújt ki az a dal. Az a jégvarázs. Igen. De hogy azt azért jól látom, hogy most mondtunk frissebb példát, kettőt, de alapvetően az, ami ez a hajrá, ott a kisablány után nagyon sok volt. Hát, az ott 90-es évek végig. A 90-es évek végig tulajdonképpen, hogy utána azért ez lecsengett. Az megmaradt, hogy készülnek alternatív verziók belőle, csak kevésbé jut el hozzánk. De nem úgy, hanem hogy maga a dal... Hát visszafogták a musical vonulatát is a Disney rajzfilmeknek. Tehát volt a Hercegnő és a béka, meg a Jégvarázs, de sokkal kevesebb lett a musical, hanem nem énekelnek bennük már. Kevesebbet, igen. Vajana. Még. Igen. Egészen friss példa. Igen. Én azt nem láttam. Amúgy jó. Pedig jó. Jó a zenéje. Idén a második része. Lin-Manuel Miranda írta a zenéjét annak pont. Azt Lin-Manuel Miranda, és igen. És az egész jó. Coco, zseniális. Coco nagyon jó zenéje van. Nagyon jó. Ez egyébként is egy tendencia, hogy most már csapatok dolgoznak a filmzenén, pláne hogyha dalok vannak benne, mások írják a dalokat, más írja a szkort. De vannak ezek a nagyon sarkos példák is, pont a Mulánnak a végén van egy Stevie Wonder és egy fiú csapat, akiknek képtelen vagyok megjegyezni a nevét. Minden esetre az teljesen elütött a filmtől minden tekintetben. Tehát vége lett a filmnek, puff, egy popnóta a főcímre. Most így nem tudom, 100 év után újra nézve a lányom rátalált, és kicsit felkaptam a fejem, hogy ja, tényleg hát volt egy ilyen, de hogy én erre nem emlékeztem, hogy ez így olyan a végén. Szépen, mint mondjuk a Tigris és Sárkányban, ugye a Tendon, ugye Love Before Time számának dallamai ott vannak a szkorban, és ez sok, de mindkettő nagyon szép. De hát a Robin Hoodba is bemászott a dal. Igen. Nagyon is, nem úgy, ahogy azt képzeltük, meg vártuk annak idején, de hát ott van szerelmes témaként. Meg hát vannak olyan pontok, amikor a nagy szerelem, nagy egymásra találás van, akkor azért szabadon engedték a zenekart, hogy hadd öblögessen, hadd kacsarja a könnyeket. És ugyanez van egyébként a Titanicnál is, csak ott én azt figyeltem meg, hogy máshogyan használják a témát, mint ahogy én arra emlékszem. Megkerestem azt a jelenetet, amire emlékszem a
videóklipből állnak a, hát az ott a klasszik, hogy állnak igen. A hajó elejében, és akkor én azt gondoltam, hogy ez valamilyen nagyon nagyívű, nagyon robbanékony, nagyon temperamentumos változata ennek a témának. Tudtam, hogy ott megjelenik, és megnéztem ezt a jelenetet. Nem. De nagyon sokáig hallunk zörejeket, és szól is a zene, és csak a végén bomlik ki, de hát minimális időre, és nem szól nagyot. Hát persze, mert hogy még mennyi van hátra a filmből. Nem és... szabad elsütni. Egyébként ott az ügyes volt, hogy szinte mint a Sellők hangja, hogy olyan, mint ilyen vízhangosan női hangok vannak a háttérben, a még annál a zenénél, ami csak úgy éppen beindítaná azt a bizonyos óriás lágert Céline Dionnal. Igen, és ezt már nagyon vártuk benne arra. Emlékszem, hogy hát azt, ennek biztos, hogy meg kell szólalni valóban. De vajon megszólalt. Miért vártuk? Mert az már a film végét jelzi? Vagy... Nem, én... Én nagyon szeretem a Titanicot, az csak a helyzet, így hozzáteszem. De én ezt most nem még ma is működik. Én nem bírom az ilyen vizes drámákat. Mélységtitkát ugye nem nézted meg? Nem. James Cameron nem neked való akkor. Nem. Ugye a múzsában volt az Albert Brooks-szal, amikor találkozott, és akkor mondta neki a Sharon Stone, mint múzsa, hogy kerüld a vizet, mondta James Cameronnak. Erre megcsinálta az Avatar a víz útját, nem érdekel. Semmilyen vízbe fullós történet, nem érdekel. A Pi életét is végig szenvedtem, hogy kössön már ki az a gyerek. Lány a vízből lehetne egy ilyen listát csinálni, vizes filmek top 10. Tehát ha valaki nem Sellő, ne legyen a vízben. Ez a javaslat. Akkor az oké, okay, az abban olyasmiben. Igen, valószínűleg biztos van kopoltyúja is, vagy mit tudom. Aquaman egy jó. Vagy az Aquaman például. Jason Momoa, persze. Igen, jó, úgyhogy oké. Majd megmondom, hogy kivel lehet vizes filmet csinálni. Amúgy meg ne úszkáljanak itt mindenfelé, mert én rosszul vagyok, hogy... Nyílt tengeren sem ajánlom semmiképpen, igen. Igen, meg ott volt még a... Ilyen... Ezért nem tetszett neki a vízérintés. Igen, megfejtettük a dolgot. Volt még egy ilyen... Ja, de bolond vagyok. Hát akit annyira kedvez. Lár András. Hans Zimmer. Nem. Aki nagyon jó zeneszerző. Blake Lively. Mindenki meg akarta nézni őt fürdőruhába a szülés után, hát, és akkor ettől ájultunk el, hogy tök jól néz ki, gratulálok, hát na mindegy, ebben a szörfös filmjében, ahol aztán így majd... Igen, igen, az Zátony. Igen, Zátony. Az Zátony. Zátony. Igen. Na, azt is mondtam, hogy jó, köszönöm szépen, akkor haladjunk. Fura, én éppen napokban jöttem rá arra, hogy a bármilyen filmes és színházi szituáció, amihez a legtöbbet írtam zenét, az a vihar, tengeri vihar, vagy tessé. Csata, ilyenek. Lajstromban vettem, szerintem 6 környékén vagy. Oh. Aztán nem tudok újat mondani tengeri viharban saját magamnak, ha csak nem egy másik bolygón zajlik, és nem az 1800-as években. Ja, aha. Mert most is éppen a Báb Színházból érkezett a Laci, csak ott, ezt így mondom, hogy... Egy tengeri viharból. Egy tengeri viharból. Ezért kellett ezt lajstromba venni, mert most már elkezdtem gondolkodni rajta, hogy hol merült fel ez a feladat legutóbb. Szó szerint merült fel, így van. Na, hát meg így össze vagyunk nőve. Viszont az időből meg szépen ki is futottunk, de szerintem annyi izgi dolog volt, és a szokásos, ez ilyen mantra lesz. Lehet egy csomó folytatni, mindent nem mondtunk egy el, igen, nem amiben viszont a hallgatóink és a nézőink segítenek nekünk, nem? De. Mert ugye vasárnap már meg lehet nézni a YouTube-on, erre biztatunk is mindenkit, és ott alatta lehet kommentelgetni, hogy mit hiányoltatok, meg melyik dal volt, amit szerettetek, melyik Walt Disney betétdal volt, amit a legtöbbször elénekeltetek a házi bulikban. Nem, tehát ez, köszönjük szépen Pirisi Lászlónak, olyan fura ezt mondani, Pirisi Lacinak, így tökéletes, így, nagyon köszönöm. Zeneszerzőnek. Nem? Bizony, dehogy nem, nem is. Köszönöm nem szépen, nagyon örülök, hogy itt láttam, hát jó volt veletek beszélgetni. Köszönjük. Szóval ez volt a Full HD Klub, én Tímár Ágnes vagyok. Szereskei Gábor. És Pirisi László volt a vendégünk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, jövő héten ugyanekkor ugyanitt. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.